Célegyenesbe fordult a görgei felújítás. Elérkezett a munkálatok harmadik, egyben utolsó üteme, mely várhatóan jövő év február végéig tart. Július 28-án a harmadik üteméhez érkezett a Görgei út felújítása. A munkálatok Rózsa utca és az István utca között, valamint a Rózsa utca és a Szilágyi utca között folytatódnak. A felújítás hátralévő ideje alatt a Rózsa utca és az István utca közötti szakaszon újjáépítik a villamosvágányokat, megújulnak a járdák és a parkolók, valamint elvégzik a villamosok felső vezetékének a cseréjét, a szükséges gázvezetékek megújítását és a környező zöld terület rendezését is. A fővárosi önkormányzat megrendelésére a BKK előkészítésében és lebonyolításában nem csak az úttest újul meg, hanem a 12-es és a 14-es villamos pályája és megállói is. Továbbá kétirányú kerékpársáv is létesül, hiszen a cél, hogy Újpesten is javuljanak a kerékpáros közlekedés feltételei. A munkálatok harmadik utolsó üteme a teljes felújítás záróidőpontjáig várhatóan 2016. február végéig tart majd.